A tanévkezdés fokozott rendőri jelenlétet hozott az iskoláknál. A járőrök elsődleges feladata a baleset megelőzés. Ezen túl az intézményekhez beosztott iskolarendőrök bűnmegelőzési előadásokat tartanak az osztályoknak. Szeptember 1-e a tanév megkezdése óta fokozottan jelen vannak a rendőrök az iskolák környékén, ahol ügyelnek a gyalogátkelő helyekre, a forgalomra. Mindez az iskolarendőre program keretében történik. A Füzesabonyi Rendőrkapitánysághoz tartozó 16 településből 14 csatlakozott a programhoz. Elsősorban körzeti megbízottak vállalták a feladatot, de a polgárőrök is segítik a munkát. Az Országos Rendőrfőkapitányságnak már évtizedek óta kiemelt feladata a fiatalság nevelése, illetve az, hogy már gyermekkorban elkezdjük a helyes közlekedésre, illetve a bűnmegelőzésre nevelni az ifjúkorúakat. A pedagógusok is örömmel fogadják, nagyon együtt lehet velük működni, illetőleg úgy veszem észre, hogy a rendőr kollégák is úgy látják, hogy eredménye van ennek a programnak. Illetve az Országos Rendőrfőkapitányság is kellő mértékű hátteret nyújt ehhez a programnak a megvalósításához. A tanév során is jelen vannak az intézményben előadásaikkal. Szeptemberben, amikor az iskola kezdődik, akkor mindig gyalogos átkelő helyek előtt a rendőrök meg szoktak fordulni, hiszen a nyári szünet után mégis az, hogy visszazökkenjenek a fiatalok. Nagyon fontos, hogy megfelelően közlekedjenek, hiszen a baleseteket el kell kerülni. Tehát a gyermekek a legsérülékenyebbek, akár bűncselekmények, akár bármilyen közlekedési incidens szempontjából, és hogyha így fiatalkorban valami történik velük, akkor az akár egész életükre is kihatással lehet. Nagyon fontos, hogy ezt elkerüljük. A diákok üzenhetnek is az iskola rendőröknek az intézményekben elhelyezett üzenődoboz segítségével.